Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Május 9-én újra lesz egy portál nap. Mit jelentenek ezek a portál napok? A mi naprendszerünk is mozog. A központi nap Alkyoné. Alkyoné lefordítva egy királynőt jelent, aki győz a gonoszságok ellen. Én gyakran összehasonlítom ezt a jó indulatú királynőt Frau Holle meséjével, Holle anyu meséjével, és egy ilyen portál napon mi döntünk, hogy érzékenyek vagyunk-e, pessimisták, akkor mi vagyunk a szutykos Mari. Itt akkor veszteség lesz. Vagy megvan a hit, a bizalom, a jó kedv, és odafigyelünk Alkyoné energiájára, észrevesszük a gyógyító erőt, ezt a finom energiamezőt, ezt a spirituális területet, optimistisek vagyunk, akkor pedig mi leszünk az Arany Mari. És én fontosnak tartom ezt a hozzáállást, hiszen legyünk nyertesek az életben. Ezen az estén 11 órakor tartok egy szertartást. Majd elmondom a témát, hogy miről van szó. Részt vehetsz ezen a szertartáson, az energiai egyensúly az 4000 forint. Miről van szó ezen a napon, május 9-én? Ezen a napon Csuan uralkodik, ami lefordítva egy majmot jelent. És mit közöl ez a majom számunkra? Hogy legyünk vidámak, ne vessünk, legyen mozgás. Akármit indítunk az életben, vagy akármilyen témáról van szó, nézzük ezt olyan nevetve könnyűséggel. Ez lehet munkahelyi változás, vagy témák a párkapcsolatot illetően, vagy családi kapcsolatok, vagy a környezetünk. Az is lehet, hogy jót tesz néha, ha saját magunkon nevetünk. De nem szabad megengedni azt, hogy mások kinevessenek bennünket. Nem szabad megengedni azt, hogy mások majomnak nézzenek bennünket, tehát itt fontos, hogy mi nevessünk, hogy mi tudjuk azt, hogy mi felett tudjunk vidámak lenni, és ha valaki megpróbál nevetni rajtunk, akkor kell, hogy legyenek korlátozások. És ebben segít ez a szertartás. Ez a nevetés, ez a jókedv, ez a vidámság, így ugrálgatunk, mint a majmok, de én ezt úgy viccesen tekintem, és ez a vicces hozzáállás, ez a jókedv, ez segíthet különböző életterületen is. Ha érdekel ez a szertartás, vagy ezek a témák, akkor nyugodtan írhatsz egy e-mailt, és akkor én ezt megválaszolom, vagy benne vagy a szertartásban. Köszönöm a figyelmeteket, és kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!